Ez nem az a csapat volt, amivel kezdeni szerettem volna, mert alaposan fel kellett forgatnom a gárdát, de nem szeretnék kifogást keresni a vereségre. El kell ismerni, hogy sok a hiányzónk, aztán a meccsen ezt még megfejeltük két piros lappal is, úgyhogy hiába lőttünk két gólt, ez nem volt elég semmire. Három meccs van mögöttünk, de mennünk kell tovább, és le kell vonnunk a tanulságokat, mert ennél biztosan többre vagyunk képesek. Az első perctől fogva repkedtünk az ellenfél tér felén, fölöttük. Tényleg nem hagytunk egy negyedet se az ellenfél számára. Nagyon nagy energiadúsan állt föl a csapat ma. Beszélgettünk egy kicsit a volt mérkőzésről, és egy kicsit így vicc mellett azt mondtuk, hogy jó, ott volt a próba, megismerkedtünk, akkor nyerjük meg a mai mérkőzést. Betartották. Tehát gratulálok a csapatomnak, és főleg, ami nagyon örömteljes, ez a hozzáállás. Tehát a fiatalság, az erőteljesség, tényleg a dinamikusság. Öröm volt látni, hogy az ellenfél játékosai alig másztak az utolsó percekbe. A fiúk meg repkedtek. Tehát ez a jó kondicionális rész is rendben volt. Főleg az, hogy lehetett mit nézni, és ma tényleg foci nyert. 3-2 nagyon jó eredmény számunkra. Kár, hogy 2 gólt kaptunk, szerintem még benne volt 1-2 jó helyzetünk, de nem szabad nagyon sokat gondolni még erről a dologról. Szerénynek kell, hogy maradjunk és tovább dolgozni és építeni ezt a csapatot, és a mai mérkőzés megmutatta, hogy van kire építeni a jövőben is.